2018-ban azt gondoltuk, hogy ahhoz, hogy a kollégák kötődését a vállalathoz még erősebbé tegyük, ahhoz nem csak magukat a kollégákat, hanem tulajdonképpen az egész családot ide kell kötni. Akkor találtuk ki, hogy alakítunk egy gyermekkórust. A gyermekeket arra kértük, illetve a szülőket, hogy hozzák el a gyermekeket, akik éreznek magukban annyi kedvet, tehetséget, szorgalmat, hogy végig tudják csinálni a hónapokig tartó próba folyamatot. Felkértünk egy ismert énekesnőt, Szekeres Adrián, az ő párját, aki zeneszerző, illetve egy akkor Oscar díjas filmben szereplő profi gyermekkórus, a Bakácskéri Általános Iskolának a Szoler gyermekkórusát, hogy támogassák ezt a projektet. 2019-ben 3400 fő előtt tudták előadni azt a műsort, ami utána bejárta a közösségi hálót. Egy olyan hosszú készülődés van mögötte, ami összekovácsolta ezeket a gyerekeket. És nem csak a gyerekeket, hanem a szülőket is, és egy olyan közösséget formált, ami biztos, hogy életre megmarad. Ez alatt az élményszerzés alatt a szülők is sokkal jobban kezdtek el kötődni ehhez a kórushoz, ehhez a projekthez, és észrevétlenül is a Boschhoz. Nehéz megjósolni, hogy mivé fejlődik ez a projekt. 2018-ban azt gondoltuk, hogy egy fél év alatt lecseng, és ennek a sikerét megjósolni sem tudtuk. Ma már látjuk, hogy olyan ereje van ennek a projektnek, hogy ennek a folytatásában érdemes elgondolkodni.